Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt európai parlamenti lista vezetője, a stúdió vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Sziasztok, köszönöm én is. Politika iránti érdeklődést azt az MKKP léte növelte, mérsékelte, csökkentette, szinten tartotta. Hogy látják? Attól függ, hogy hol beszélünk erre. A határon belüli magyarok, a határon túli magyarok, vagy a határon élő magyarok között. Szerintünk egyébként növelte. A határon élő magyaroknál a legnagyobb arányban, hiszen velük évszázadok óta nem foglalkozik senki, csak a kutyapárt. Határon élő magyarok számát azt most mennyire becsülik körülbelül, és melyik határokról van szó? Hát nyilván Magyarország határain élnek, ahogy a határok változnak, úgy az ő természetes lakhelyük is. Nagyjából egy 10-15 milliárdan vannak jelenleg, úgyhogy amennyiben a magyarság végképp elfogyna, akkor mi rájuk számítunk. Körülbelül hogy lövik be azt a határt, amiben a határon élő magyarokat számítják, mondjuk Csikériától számítva, Kelebi Magán ezen a piros csíkon élnek, és ott vándorolnak körbe-körbe. Merre fele? Mindenféle irányba, a határon maradva, a piros csíkon belül. Körbe, vagy egymással szembe is mennek? Körbe, de sajnos közöttük is vannak ellentétek, igen. MKKP-n belüli ellentétek vannak? Ott abszolút egységesek vagyunk. Bonyolult kérdés, ha a határon élő magyarok közötti ellentéteket egyáltalán föl kell mérni. Ilyenkor mindenki automatikusan ugyanarra az álláspontra helyezkedik, a békekedvéért? Amennyiben a Kutyostat az egyetlen független közvéleménykutató, ami a Kutyapárt saját közvéleménykutatója, tehát amennyiben a Kutyostat adataira támaszkodunk, ott egységes. Célcsoportjuk kicsoda a határon élő magyarokon túl? A határon belül élők és a határon túl élők. Tudnak, és a ganimédesziek nyilván. Tudnak fontossági sorrendet közöttük felállítani? Nem, nekünk egyformán fontos mindenképpen, ez a fontos szerintem. Érti általában a határon belül, határon és a határon túlélő magyarok, meg a ganimédesziekken kívül, hogy miről beszélnek? Természetesen. Kik értik még? Majdnem mindenki. Sokkal könnyebb lenne felsorolni, akár név szerint is azokat a most a jelenleg a világban élő embereket, akik nem értik a kutyapártot. Olyan 5-6-an vannak. Megképezzük őket. Célcsoport reakciója számít, amikor egy politikai irányvonalat jelölnek ki, vagy ideológiát alapoznak? Csak is a vízió számít. Milyen víziójuk van most? Mi ugye elsősorban cselekedni szeretünk, és nem dumálni. Persze dumálni is nagyon szeretünk. Úgyhogy mi főként azokat a dolgokat csináljuk, amiben eredményt tudunk most is elérni, vagy rávenni a felelősüket, hogy végezzék el a dolgukat. Milyen cselekvésekkel tudnak előállni ilyenkor? Hát főként utcai dolgokra gondolunk, tehát nem magánügyben szoktunk általában eljárni, hanem olyan közösségeket érintő kérdésekben, mint például egy rákos rendezői bicikliút, vagy ezek a szuperkátyúk, amik az országban vannak, esetleg a buszmegállóban ázó emberek, tehát jelenleg velük foglalkozunk legtöbbet. Egy kátyúzással, egy bicikliút építéssel, vagy az ázás buszmegállóban való megszüntetésével milyen eredményt lehet elérni? Többen mennek be a buszmegálló alá, ha van. Igen, ezzel a volánnak, az utazó közönségének az arányát sikerült egy 120%-kal növelnünk. Nyilván nem ez a legnagyobb eredmény. Azt szerintem azért szuper, hogyha az emberek nem áznak egy buszmegállóba. Láttunk mi már Budapesten olyan buszmegállót, ami csodálatosan szép volt, éppen csak ezt a funkciót nem látta el. De valójában nekem az a legviccesebb, ahogy erre a hatóságok tudnak reagálni. Tehát amikor éppen felszólítanak minket, mint Felcsúton, hogy a kátyú, amit megcsináltunk, és szuperül szakszerűen állítsuk vissza az eredeti állapotát, vagy amikor például elbontják azt a buszmegállót, ami teljesen szakszerűen van építve az embereknek. Szerintem ebből az látszik, hogy valójában ki az, aki az emberekkel foglalkozik, és ki az, aki mégsem teljesen az ő érdekeiket nézi. Értik az emberek érdekeit? Azt szokták mondani, hogy ahány ember, annyi érdek. Kik? A párt. A kutyapárt? Uh-huh. Szerintem egyedül a kutyapárt érti. Jelenleg én azt látom. Hogy döntik el, ha például egymásnak ellentmondó érdeket látnak? Hogy melyik az igazi emberi érdek? Kőpapírollóval szoktuk ilyenkor eldönteni. Ki szokott győzni? Ki áll az egyik oldalon? Általában az alelnök úr, ő nagyon ügyesebben. A véleménye az rendszerint megalapozottabb, mint mindenki másé, vagy a kőpapírollóval? A kőpapírollóban nagyon csak szuper. Ez számít? Uh-huh. Így van. Nemzetközi kapcsolatrendszerük az épült-e abban az időben, amióta pártként működnek? Természetesen. Nyilván a galaktikus kapcsolataink azért mindig is jók voltak, mögöttem konkrétan a ganimédesziek állnak, de
természetesen más európai országok politikusaival is kapcsolatban vagyunk. Azért az egyértelmű, hogyha bekerülünk az Európai Parlamentbe, akkor saját pártcsaládot kell alapítanunk, mert ott nincsenek hasonló pártok, mint mi vagyunk, ahogy Magyarországon belül sincsenek, úgyhogy valószínű, hogy meg kell alapítanunk az európai komoly pártok családját, és akkor is, hogyha először csak mi egyedül leszünk benne. Magyarországon van olyan párt, amiben esetleg el lehet érni kívülről valamiféle vonzással egy olyan változást, hogy szövetségi politikára alkalmas legyen? Én úgy tudom, hogy egyik párt sem tervezi az ingyensör ígéretét a programjukban, úgyhogy így nagyon nehéz együttműködni velük. Az ingyensör szlogen megfelelő volt? Ebben a parlamenti ciklusban a választási eredmények miatt ezt nem sikerült elkezdeni megvalósítani. De, csak egyelőre azt nem kommunikáltuk, hogy kinek lesz ingyen a sör. Mi például a Gergővel vidékjárás során általában már ingyen kapjuk. Ez nem, hogy úgy mondjam, megvezetése a választóknak, amikor mindenki látta a szlogent, mindenki magára gondolt, mert az ember a saját ingyensörét szereti inkább biztosítva látni, mint a pártvezetés ingyensörét. Hát természetesen megfelelően kell szavazni. Tehát nyilván rá kell húzni az X-et, és akkor be tudjuk vezetni az ingyensört. Jó lenne már átvenni a hatalmat, igen, nekünk is kínos ez, hogy régóta ígérjük, és még nem tudtuk teljesen megvalósítani. Most egyébként Európának is ígérjük. Mit kezdenének egy átvett hatalommal? Hogyan kezdenék a hatalom átvételét? Könyvekből? Listából? Leltárból? Csontvázakból? Na erre kíváncsi vagyok, hogy a többiek mit mondanak egy hasonló kérdésre. Hát Kádár koponyáját azért úgy mi megszereztük egy 10 éve, úgyhogy az egy jó segítség a hatalom gyakorlása szempontjából. Igyekeznek törekedni arra, hogy lehetőleg ne sértsenek meg semmilyen választott? Például Kádár koponyájának említéséből lehet, hogy a hallgatóink közül néhányan felszisszennek. Hát nem elvettük valakitől, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel megsértettünk bárkit. Mi ezt megkaptuk, információink voltak róla, és tehát úgy néz ki, hogy ez történelmileg a kutyapárthoz került. Európai Parlamentben a tevékenységüket látják-e már, hogy nagyjából mivel kezdenék, ha a választási eredmény úgy alakul, hogy lesz mandátum? Mi, ahogy Magyarországon is, nekem az az elsődleges cél, nagyon-nagyon ritkán pihentünk az elmúlt néhány évben, úgyhogy a legfontosabb cél, hogy mire hatalomra kerülünk, és ez így, ahogy Magyarországon, úgy Európában is, addigra a legtöbb dolgot már oldjuk meg, és egy picit pihenni lenne jó. Európában például valószínűleg egy siestával kezdenénk, de attól függ, hogy mikor jutunk ki. Olyan részletkérdésekkel, hogy az európai politikai rendszer működése az milyen legyen. Ezzel most foglalkoznak, hogy tanács, parlament, bizottság együttműködése milyen legyen? Abszolút, tehát folyamatosan ezen gondolkozunk, és erről beszélünk egész nap. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben akár egy vagy 23 kutyapártos képviselő kikerül a 21 európai parlamenti helyre, akkor a biztonsági kockázat például azonnal lecsökken 0,02%-ra, és a politikai folyamatok szuperül fognak működni. Milyen politikai folyamatokat kellene szuperebbül működtetni? Az európai politikai folyamatokról beszélek, igen. Mi ott a legfontosabb kérdés, amin úgy látják önök szerint, amin úgy látják, hogy egy szuperítés az ráférne? Hát elég sok ilyen van. A népjóléti politikánkkal kezdenénk szerintem, tehát mindenképpen fontos, hogy a későbbi reformok előtt a nép úgy a magyarra, hogy az európai jobban érezze egy picit magát. Szerintünk nagyon sokat dolgoznak jelenleg, és így a 21. század technikai fejlettsége megengedni, hogy egy picit kevesebbet lehessen dolgozni, de legyen pénz. Úgyhogy mi először is az összes európai ország nemzeti ünnepeit bevezetnénk, kötelezővé tennénk az összes európai országban, és akkor így elég sok szabad nap lenne végre. Van saját szakterülete, mint európai parlamenti képviselőjelöltként a jelöltnek, amire különösen oda akar figyelni? Igen, a hétfő reggelek plusz eltörlése, ezt egyedül képviselem egyelőre a pártba, de úgy látom, hogy a többiek is mellette állnak az elképzeléseknek. Egészségügy, oktatás, ilyen hagyományos politikai témák, ezek izgatják a kutyapártot? Abszolút, az orvos elvándorlás izgat minket különösen, meg az egészségügy jelenlegi állapota. Látjuk, hogy néznek ki a kórházak itt Magyarországon. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy köteleznénk az orvosokat, hogy aki Európába kiköltözik és ott vállal munkát, vigye magával a betegeit is. Ez nagyon fontos lenne, hiszen így akkor a nyugat-európaiak pénzén jól felszerelt kórházakban anyanyelvi ellátásban részesülhetnének a magyar betegek. Oktatásban valamilyen változást terveznek. Ismereteim szerint ennek ez szakterülete, mert hogy tanárként is dolgozott egy időben. Igen, én 10 évig tanítottam Borsodban.
Természetesen az oktatással is szeretnénk foglalkozni. Itt nem látok nagyobb különbséget az európai és a magyar oktatás között, és ahogy európaiakkal beszélgetünk, nagyon hasonlóak a gyerekek ott is, utálják az iskolát, viszont energikusak, ezért mi gyerekmunkába gondolkodunk elsősorban, és amikor majd kicsit később megöregszik, és lelassul, ellustul a fiatal, akkor később felnőtt korába beülhet az iskolapadba. Miben mérik a politikai tevékenységük sikerét? Választási eredményben, listaállításban viszonylag kevés magyar politikai pártnak sikerült európai parlamenti választási listát csinálni. Kevésnek? Viszonylag kevésnek. Ahhoz képest a hányban. Szuperek vagyunk. Én elsősorban a passzivisteink cselekvéseiben mérem a politikai sikereinket, és én azt látom, most például a kampányban 1000 önkéntesünk jelentkezett, hogy segít akár aláírásgyűjtésben, akár plakátolni, akár éppen buszmegállót építeni, vagy négyszint festeni. Azt gondolom, hogy amíg szinte minden nap vannak akcióink, és valóban cselekszünk az ország jobbátételén, addig sikeresek vagyunk. Igen. Egyébként egy 128%-kal elégednénk meg az európai választáson. Önkormányzati választáson indulnak? Persze. Mindenhol van már jelöltük? Mindenhol nem valószínű, hogy el fogunk tudni indulni. Hol szeretnének? Mi az, ami fontosnak számít a kutyapártnak? A határokon mindenképpen szeretnénk elindulni, és hát attól függ, hogy mennyit sikerül módosítani Magyarország határain, ez azt is fogja befolyásolni, hogy melyik településeken indulunk el. Például Erdélyt is szeretnénk visszaszerezni, és erre lehet, hogy nyáron már lesz is lehetőségünk, mivel Magyarország az elmúlt pár száz évben viszonylag kevés háborút nyert meg, nem nagyon ment, ezért azt tervezzük, hogy megtámadtatjuk magunkat Erdélyen, és akkor hagyjuk magunkat elfoglalni, és akkor így könnyen áldozatok nélkül növelni tudjuk az ország területét, és nyilván ez esetben, hogyha ez a nyáron befejeződik ez a programunk, akkor az önkormányzati választáson ott is tudunk indulni. Olyan részletkérdés, ez fontos lehet, hogy határon pontosan nem nagyon van település, vagyis ott nem nagyon van választó. Még, mert kerület. Nem foglalkozik a politika a határon élő magyarokkal, ezzel kezdtem, nagyon-nagyon fontos. Akkor kellene egy települést csinálni, hogy lehessen választani is benne, hogy legyen benne választókörzet? Jó kérdés, hogy ezt hatalom technikailag hogyan lehet majd megragadni, dolgozunk rajta egyelőre. Majd. Hatalom, technikai kérdések, ezek foglalkoztatják a pártot? Csak is ezek foglalkoztatnak minket természetesen. Mi számít igazán hatalom technikai kérdésnek a kutyapártban, ahol kőpapírolóval döntenek el valamit? Az nem valami nagy csatának tűnik, hanem van benne egy jelentős szerencse ellen. Mi az ígéreteinket tudtuk szerintem tökére fejleszteni egyelőre. Nyilván nagyon fontos, és ezt más politikusoknál is látjuk, ebben azért ügyesek, hogy az ígéret akkor ígéret, ha ígéret marad, úgyhogy mi is figyelünk, hogy viszonylag kevés dolgot tudjunk megvalósítani, ahogy mások is. Ugyanakkor, hogyha majd az európai nemzeti ünnepeket mindenhol bevezettük Európában, és ez sikeresnek bizonyul, akkor gondolkodtunk már azon, hogy az összes európai politikus ígéreteit is betartatnánk az összes másik európai országban, és megnézzük, hogy ez mit eredményez. Mi az álláspontjuk a nők szerepéről a politikában, Magyarországon és Európában? Igen, hát egy békemeneten, amit a kutyapárt szervezett, már elmondtam egy beszédben, hogy tudom, hogy nincsen hely a politikában a nőknek, és én tényleg szégyellem, hogy most sem az ebéd készítésével foglalkozom. Erre még nem találtunk egyelőre megoldást, sajnos a kutyapártnál vannak női politikusok, ez lehet, hogy probléma, igen. Tagságban milyen arányt képviselnek? Van valami nyilvántartásuk erről? Természetesen listázunk, tehát van egy kutyatóv listánk, ott a nők bekarikázva és aláhúzva szerepelnek, sokan vannak. Milyen esélyekkel indulnak ezen a választáson, és az európai parlamenti választás eredménye az valamilyen módon befolyásolhatja majd az önkormányzati választás eredményét? Húzza, tolja. Mi reméljük, tehát ahogy mondtam, a 128%-kal már elégedettek lennénk, egyre 127-re mérjük saját magunkat, úgyhogy erre azért van esély. Természetesen fogászhatni az önkormányzati választásokra is, de legérdekesebb szerintem az, hogy akik tavaly véletlen nem a kutyapártra voksoltak, bár szerettek volna, csak mindenféle stratégiából esetleg nem ránk húzták az X-et, azok most tudják korrigálni ezt a döntésüket, hiszen aki az Európai Parlamentbe bejut kutyapártos képviselő, ő be tud menni a magyar parlamentbe és a magyar közintézményekbe is, tehát egyúttal végül is két legyet is tudunk ütni. Egy csapásra két parlamenti büféből is tudunk olcsó vacsorát és ebédet vinni a passzivistáinknak, önmagunknak, haverjainknak.
magunknak. Ezen túl valamilyen politikai céljuk a két parlamenttel van még az olcsó étkeztetés megoldásán túl? Nagyon nehéz lenne felsorolni az összes politikai célunkat, legyen minden jobb. Több mindent és kevesebb semmit szeretnénk. Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm.